Pontos feladás, pontos ütés és a sötét mezes csapati a pont. A nyírbátori Bátori Gimnázium csarnokában három pályán játszották párhuzamosan a mérkőzéseket. Az intézményben jelentős múltja van a sportágnak, és az elmúlt években a Diásport Egyesület keretein belül is egyre többen röplabdáznak az iskolában. Ebben az intézményben több évtizedre tekint vissza a röplabda, mint sportág. Talán még az intézmény indulásától kezdődően beszélhetünk erről. Több mint 30 éve rendezünk röplabdatornákat az intézményben. Volt az intézménynek egy testemelő tanára, Bertó Pista bácsi, akivel még nekem is volt szerencsém együtt dolgozni. Az ő emlékére minden évben szervezünk röplabdatornát, illetve jelenleg a Bátori DS, ami az intézmény falai között szerveződött, utánpótlás neveléssel foglalkozik ebben a sportágban. Nyírbátorban nyaranta rendeznek egy strandröplabdatornát. Az ottani résztvevők közül több csapat is képviseltette magát az Unilever kupán. Sportbáti kapcsolatok révén indult ez a szervezés. Tulajdonképpen a nyári röplabda tornának a részvevőinek egy részét kerestük meg most is, illetve most igyekeztünk olyan baráti közösségeket is megkeresni és meginterjúvolni, akik szívesen jönnek erre a tornára. A nyírbátori Röppapa Ese egyik alapítója, Takács Gábor nem csak játékosként, hanem játékvezetőként is szerepet vállalt a tornán. A Röppapa Ese az körülbelül 30 évvel ezelőtt alakult meg. A megyebajnokságba indultunk, akkor én nyírbátori csapatoknak, MB2-es és MB1-be feltörekvő csapatának voltunk mi, a kiöregedő játékosai már akkor. És azóta ezt a sportágat, mivel szeretjük, ápoljuk és játsszuk, amilyen szinten tudjuk. A torna része volt a Nyírbátor 1973-as másodszori városráválását ünneplő egész éves rendezvénysorozatnak. A jubileumi rendezvénysorozaton soha nem a jelent ünnepeljük, hanem ünnepeljük a múltat, a jelent és a várható jövőt. És azt kell tudni, hogy a nyírbátori sport életében a röplabda egy nagyon kiemelt helyet foglal el, hiszen ennek a városnak az 50-es évektől indult röplabda a sportágban MB2-es csapatai voltak női és férfi vonalon, és ezért nagyon fontos volt nekünk ebben a rendezvénysorozatban, hogy visszaemlékezzünk ezekre a sikerekre, pláne úgy, hogy úgy látszik, hogy az elmúlt években elindult valami ebben a sportban, és az iskolával közösen, a gimnáziummal közösen most azon dolgozunk a szakemberekkel, hogy ez egy újra siker sportág legyen a városban. A tornát végül a Romániából érkező Dream Team Zilach nyerte, a második helyen a szlovákiai Király Helmes csapata végzett, a harmadik helyen a Big Baráti Kör Fantázia nevű együttes és a Hajdúnánás csapata osztozott.